Megköszöntöm nézőinket, friss napszemlét láthatnak, nézzük a fontosabb témákat. Több mint 1200 zarándok érkezett tegnap a Boldogasszony zarándokvonattal, ismét megható ünnepséggel fogadták őket a gyergyóiak. Egész nap ünnepeltek a családok a gyereknapi forgatagban, sportversenyeken és népi mesterségekben próbálhatták ki magukat a gyerekek. Remetei gyerekek látogattak a Gyergyó TV-hez, a tévézés rejtelmeivel ismerkedtek. Tegnap este több mint 1200 utasával megérkezett Gyergyószentmiklósra a Boldogasszony zarándokvonat. A vonat késő este érkezett, az ünnepélyes fogadás után városunkban és a környékbeli falvakban szállt meg több száz zarándok. Ünnepélyes fogadtatásban részesítette Gyergyószentmiklós ismét a Magyarországról Csíksomjóra zarándokló utasokat. Ezúttal több mint 1200 zarándok érkezett, akiket elsőként Nagy Zoltán polgármester üdvözölt. Pár évvel ezelőtt ez a csodálatos szerelmény számunkra államvonat volt. Annak az államnak a valóra válása, ami minden magyar lelkében a testvéri együttlét szomját, közös hazánk a Kárpát-medence megújulásának áhítatát, a magyar jövő bizonyosságát jelentette. Mára már ez a vonat az együtti tartozás, a határok feletti egyesülés, a nemzeti összetartozás bizonyossága, a magyarság életerejének egyik töretlen szimbóluma. Ez a vonat ma már nem csak egy államvonat. Ez a szerelvény sokak bosszúságára a beteljesülés vonata. Főtisztelendő Portékhegyi Kelemen főesperes plébános is üdvözölte a vendégeket, és imára szólította a jelenlévőket. Önököt várva a találkozásra gondoltam, reméljük, hogy találnak valamit. És ez a találás, találkozás élmény lesz. Még jöjjön el az élmény, adja a Jóisten, hogy egymást megajándékozunk, és mindaz, amit kaptunk és egymásnak adunk, az gazdagabbá tegyen bennünket, hogy adjuk tovább a szeretetet, a gondviselést, az egymással való törődést, és segítsük, hogy a nehéz úton is tudjunk kitartani. Adja a Jóisten, hogy az itt eltöltött napok közelebb vigyenek bennünket Istenhez és egymáshoz, hogy igazi testvérekként tudjunk élni továbbra is. Isten hozott benneteket! Az anyaországi zarándokokat Budapest-Esztergom főegyházmegye segédpüspöke is elkísérte az úton. Köszönjük azt, hogy a nagy késésünk ellenére is kitartottak, nagy szeretettel várnak bennünket. Igen, gyakran ezt éljük át, hogyha átjövünk a határokon, sokkal többet kapunk, mint amit adni tudunk. Annyi vendégszeretetet, múlthoz, gyökerekhez való ragaszkodást, képességet arra, hogy jéghátán is az ember megéljen, derűs maradjon. Annyi mindent tanulunk az itt élő magyar testvéreinktől, mindig lelki kincsekben óriási módon meggazdagodva térünk haza. Az üdvözlő beszédek után a himnuszok eléneklésével zárult a ceremónia, a zarándokok pedig szálláshelyeikre mentek, hogy kipihenjék az utazás fáradalmait. Oh,
Vasárnap reggel 8 órakor Gyergyószent Miklós főterén szabadtéri szentmisét hallgathatnak a Boldogasszony zarándokvonat utasai és a gyergyóiak. A ceremónia ünnepi szónoka Székely János, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke lesz. A szerelvény 11 órakor indul vissza Budapestre. Egész nap ünnepeltek a családok a gyereknapi forgatagban, sportversenyeken és népi mesterségekben próbálhatták ki magukat a gyerekek. Egész nap tömeg volt a művelődési ház környékén, a gyereknapi rendezvényeken. Egész csütörtökön nagy volt a zsongás a művelődési ház környékén. A gyereknapi programok rengeteg családot csalogattak a térre, aki odament, az ott is ragadt, sokan az egész napot kint töltötték. Sok színes tevékenység várt a gyerekekre, a parkban és a mellette lévő sétányon műhely-műhely tért, kézműves foglalkozásokat kínálva a gyerekeknek. Civil szervezetek képviselői és a Csillagszem Napközi Otthon óvónői vezették a tevékenységeket, amelyek legtöbbje a hagyományos mesterségeket népszerűsítette. A bútorfestéstől a nemezelésig, a gyapjúfestéstől a szőnyegszövésig, a tányérfestéstől a bőr megmunkálásig nagyon sok mindent kipróbálhattak a gyerekek, ugyanakkor szemügyre vehették a kovács munkáját, eszközeit, és még célba is dobhattak az általa készített patkókkal. A szirénázó szupercsapat is kivonult, hogy kívül-belül szemügyre vehessék a járműveket. A mozgást, a sportot és a kihívásokat kedvelők idén is a hétpróbás összecsapás nevű vetélkedőn, illetve a kerekezők versenyén bizonyíthattak, és idén először futóversenyen is indulhattak. Idén volt az első alkalom, hogy munkaszüneti nap volt a gyereknap, ez meglátszott a rendezvény látogatottságán, hiszen sokan ráírtak, hogy gyerekükkel szórakozzanak. Hétfőn rajtol a családi és sportnapok idei kiadása. Ezúttal is lesz lehetőség, hogy megismerkedjünk különböző sportágakkal. A csapatok még hétfőn is jelentkezhetnek a pontszerző versenyre. Családok, 4-8 fős baráti társaságok, munkaközösségek jelentkezését várják, a feladat egyszerű, ki kell próbálni minél több sportágat. Az edzők minden esetben ismertetik a játékszabályokat, tartanak egy bemelegítő edzést, azonban nem a gólokat, a teljesítményt pontozzák, hanem a részvételt. A próbákat életkortól függetlenül bárki teljesítheti. Hétfőn délután 6 órakor tömeges kerékpározással veszi kezdetét az egész hetes rendezvénysorozat, majd szabadtéri torna is lesz a művelődési ház előtt 3:45-től. A Gyergyó TV-hez látogattak a csutakfalvi Balázs Jenő általános iskola 4. diákjai. A televíziózás, hírkészítés részleteivel ismerkedhettek meg, de kipróbálhatták bemondóként, hírolvasóként is magukat. Vendégek érkeztek szerdán a Gyergyó TV-hez. Az iskola másképp tanulmányi hét keretében a csutakfalvi iskola egyik tanítója hozta el hozzánk diákjait. A gyerekeknek megmutattuk munkahelyünket, bemutattuk munkatársainkat. Elmeséltük azt is, hogyan készülnek a hírek, hogyan telik egy nap a Gyergyó TV-nél. Mindenre kíváncsiak voltak a gyerekek. A fiúkat az általunk használt technika, a kamerák, a sugógép érdekelték leginkább, a stúdiókamerák lenyűgözték őket. A lányokat inkább a kamera másik oldala érdekelte, de nem csak ők próbálták ki magukat bemondóként. Köszöntöm a Gyergyó TV nézőit! A csutakfalvi Balázs Jenő általános iskola 4. tanulói voltak a stúdió vendégeink. Szerdán sok érdekességet láttak, hallottak a gyerekek. Köszöntöm a Gyergyói TV nézőit! A csutakfalvi Balázs Jenő általános iskola 4. tanulói voltak a stúdió vendégeink. Szerdán sok érdekességet láttak, hallottak a gyerekek. Köszöntöm a Gyergyói TV nézőit! A csutakfalvi Balázs Jenő általános iskola 4. tanulói voltak a stúdió vendégeink. Szerdán sok érdekességet láttak, hallottak a gyerekek. Kipróbálták a narrálást is, az idegen szöveg felolvasása nem jelentett gondot számukra. Azon jól meglepődtek, hogy mennyivel másabb a felvett hangjuk, mint amit maguk is hallanak, és jókat derültek egymás bakijain. Volt, aki bevallotta, szeretne tévében dolgozni, ha felnő. Úgy láttuk, jól érezték nálunk magukat, szívesen látjuk még őket, és másokat is, ha kíváncsiak a munkánkra.
Aláírta az önkormányzata támogatási szerződést az Építők utca végére tervezett szabadidőpark megépítésére. A regionális operatív program keretében 2 millió 600 ezer lejt nyert a város a parkosítási projektre. A támogatás értéke 98%-át fedezi a projektnek. A város 52 ezer lejes önrészsel járul hozzá a megvalósításhoz. A parkban 3 játszótér kap majd helyet, különböző korosztályú gyerekek számára lesz olvasóliget, fitnesspálya, illetve sportolásra alkalmas eszközök is. 217 darab facsemetét, 461 tő cserjét ültetnek a területre, 800 négyzetméteren pedig sziklakerti növényeket telepítenek. Locsorulrendszer kialakítását is tartalmazzák a tervek, további utcai bútorzat, biciklitartók, közvilágítási oszlopok kihelyezését, parkolóhelyek kialakítását. Is. Jelentős pénzügyi támogatást kaphatnak az államtól a sertéstenyésztők. A vonatkozó jogszabályt elfogadta a parlament, de még Brüsszel is rá kell bólincson. A sertéstenyésztők szerint a támogatás motivációt jelentene tevékenységük folytatásához. A PCD kampányprogramjában szerepelt, hogy jelentősen növelni a sertés ágazat állami támogatását. Ezt azzal indokolták, hogy Románia évente 20 ezer tonna disznóhúst exportál, és ennél számottevően többet, azaz 230 ezer tonnát importál. A parlament már május közepén megszavazta, hogy a sertéstenyésztőknek minden 200 jószág után 10 ezer euró támogatást biztosítson az állam. Jól jönne a farmereknek, mivel hogy a tavalyi év nagyon nehéz volt, alacsony volt a sertés ára, most egy kicsit jobb, de... Figyelembe véve ezeket az elmúlt nehéz éveket, ha a román kormány keresztül viszi ezt az Európai Unióba, az Európai Komisszióba, és megszavazzák, beleegyeznek, akkor ránk is jobb idők várhatnak az elkövetkező 2-3 évben. A húsfeldolgozó vállalatok képviselői szerint a sertéstenyésztők támogatása nekik is több szempontból kedvezne. Hazai farmoktól vásárolunk, akikkel évek óta tartjuk a kapcsolatot. Természetesen ezek a farmoknak meg kell legyen mindenféle hivatalos engedélyük ahhoz, hogy vásárolni tudjunk tőlük. Tehát kis családoktól nem engedhetjük meg magunknak, hogy marhát vagy sertést vásároljunk. Úgyhogy az jó, hogyha motiválják a sertéstenyésztőket arra, hogy vásároljanak és foglalkozzanak a tenyésztéssel. Romániának egyébként évente alig 30 millió euró bevétele van a sertés exportból. Ezzel szemben 350 millió eurót költ importból származó disznóhúsra. Többek között ezzel érvelt az Európai Bizottság előtt a mezőgazdasági miniszter. 2017-2020 között az állam összesen 446 millió euróval támogatná a sertéstenyésztőket. Június 6-án kedden este 7 órától a Figura stúdió termében kerül bemutatásra a Sepsiszentgyörgyi Tandem csoport és a Tamási Áron Színház koprodukciója, Pálfi Tibor rendezésében az Intet című előadás, mely Gent Eller Semmi című ifjúsági regénye alapján készült. Az előadást 14 éves kortól ajánlja a színház, jegyek ára 15 lej, diákoknak, nyugdíjasoknak és csoportkedvezménnyel 10 lejbe kerül. A legnagyobb értékű pályázati programját képezi Hargita megye tanácsának az egyház támogatás, keretösszege évek óta folyamatosan nő. Az idei tavaszi kiíráson ez az összeg 4,5 millió lej. Hargita talán az egyetlen megye az országban, amely ekkora összeget költ az egyházak segítésére. Szükségességét az is bizonyítja, hogy idén is nagyon sok pályázat érkezett a kiírásra. Nagyon jó az együttműködés a történelmi egyházakkal, fejtette ki a megyeelnök, és számos közösség formáló tevékenységben segítik egymást. A szociális tevékenység mellett fontos a toronyórák felújítása, amelyek egyre inkább a települések büszkeségei, a fűtésrendszerek felszerelése, mivel Hargita megyét templomba járó emberek lakják, a harangok automatizálása, sorolta a példákat Borboly Csaba. A ravatalozók építése lassan lezárul, hiszen néhány település kivételével megyeszerte megépültek, ami talán egyedülálló az országban. Idén a kiírásra 237 pályázat érkezett, ami azt bizonyítja, hogy óriási a bizalom a program iránt, fogalmazott a megyeelnök. A beérkezett pályázatokból 149-et bíráltak el pozitívan, ezeket bonyolítják le idén.
Hiába betonozunk, aszfaltozunk vagy vezetünk csöveket, ha lassan a fiataljaink elhagynak, a kis falvaink kürülnek, akkor igazából gyökértelenné válik ez a térség, székelység, és hát ilyen szempontból az egyházainkra komoly figyelmet kell fordítani, ezért is kiemelten támogatjuk például az egyházaink által épített ifjúsági táborozóhelyek, ifjúsági központok ügyét, hogy a gyerekek idekötésében, lelkiletűben, idevaló erősítésében tudjanak tenni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a műemlékeink és a legtöbb műemlék, sok száz éves műemlék az ugye egyházi ingatlan, azokat tegyük rendben, mert az bizonyítja a múltunkat, és lehetőséget ad a vendéglátásra, a turizmusra, az idecsalogatásra, de hát egyáltalán öregbítik a hírnevünket. Én abban is bízok, hogy a különböző szociális szolgáltatásokat ellátó intézményrendszer erősítésére fordított beruházások is ugyancsak fogják a közösség erősítést, építést szolgálni. Tehát egy szóval az egyházainkkal együttműködés szinte azt jelenti, hogy egy lejből négyet lehet csinálni, hisz akkor a közösségi összefogás mindig egy-egy egyházi beruházásnál, és abból a négy lejből tényleg olyan célt lehet megvalósítani, amely az adott közösség különös és sajátos céljait szolgálja. Úgyhogy hiszünk ebben a kiírásban, nagyon nehéz. Az országból talán itt fordítunk a legtöbb forrást erre a programra, de hiszünk abban, hogy a megyénk fejlődése érdekében ez az egyik legsikeresebb program. A felekezetek közötti leosztás nagy részt a megye felekezeti megoszlását követi, több mint 60%-át a római katolikus egyház, 15-15%-át a református és az ortodox egyház, 10%-át pedig az unitárius egyház pályázatai nyerték. Főként azokat a beruházásokat támogatják, amelyek kaláka jelleggel valósulnak meg. A pályázatok fele a közösségi intézményeket támogatja, mint közösségi terek építését és felújítását. A templomok, műemléképületek felújítása is nagyon fontos, mert amellett, hogy identitásunk őrzésének fontos elemei turisztikai vonzerővel is bírnak. A napokban aláírják a felekezetek képviselőivel a támogatási szerződéseket, mondta a megyeelnök, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a továbbiakban is támogatnak minden olyan beruházást, amely kalákában valósul meg. Lukács Levente, a megyei tanács egyházi támogatásokért felelős munkatársa, beszámolt arról, hogy térségenként pályázati felkészítőt tartottak a papságnak, ahol felhívták a figyelmet az ismétlődő hibákra azok kiküszöbölése érdekében. Lássuk röviden még egyszer a nap fontosabb témáit. Több mint 1200 zarándok érkezett tegnap a Boldogasszony zarándokvonattal, ismét megható ünnepséggel fogadták őket a gyergyóiak. Egész nap ünnepeltek a családok a gyereknapi forgatagban, sportversenyeken és népi mesterségekben próbálhatták ki magukat a gyerekek. Remetei gyerekek látogattak a Gyergyó TV-hez, a tévézés rejtelmeivel ismerkedtek. Ez volt a napszemle ma, köszönöm, hogy velünk tartottak. Szombaton hír összefoglalóval jelentkezünk, tartsanak velünk hétvégén is. Napszemle kedden lesz legközelebb, viszontlátásra!